Well, what were your impressions in the first quarter when you arrived? What were your impressions of the team, of the whole atmosphere, of the situation, and so on? Mi volt a benyomás az első negyedben, mikor megérkezett? It was a slow start, but I think the team, you know, wants to win, wants to play hard, so that's the first ingredient to any winning team. It's going to be, you know, interesting coming in the middle of the season. I've never done that before, but you know, it's basketball and I'm here to help the team. Hát elég lassan jöttek bele a srácok, de aztán látszott, hogy nagyon meg akarják nyerni a meccset. Kicsit furcsa volt így belecsöppenni a szezon közepén ebbe a csapatba, de ilyen még soha nem történt velem korábban, de nagyon örülök, hogy itt lehetek és megpróbálok segítségére lenni a csapatnak. Végig elég éles volt, ez már gondolom azt a csapatot mutatta, amiben ő is szeretne játszani, remélhetőleg. Okay, so at the end, actually it was quite a tough game and we really had a difficult period of winning, but we overcame our obstacles. Is this the team that you want to be a part of, this fighting team? Yeah, you know, any team that can fight can win. So if a team, you know, lays down and doesn't fight back, then, you know, that's a losing team. But this team fights to win. And if we hit a couple more shots, you know, better percentage, then we win by 15, win by 20. Nagyon szimpatikus volt, hogy a csapat küzdött az utolsó pillanatig, a végsőkig, és ha egy csapat ennyire biztosan küzdeni akar a győzelemért, akkor akár egy jobb dobószázalékkal, akár 15-tel is nyerhettünk volna, de nagyon örülök neki, hogy egy győztes meccsen láttam először a csapatot.